Szeretettel köszöntünk mindenkit, a Netmédia Alapítványtól érkeztünk. Én Pál Zsolt vagyok, illetve Ócsvári Áron kollégám, aki a következő fél idejét fogja tartani ennek az előadásnak. A Netmédia Alapítvány egy, hát gondolom, hogy szabad szoftver konferencián nem igazán mondunk újdonságot, önkéntes alapon működő civil szervezet, ingyenes képernyőolvasót is magyarítunk, internetrádiót csinálunk és elég sok mindent. Annyiban különbözünk más civil szervezetektől, hogy az önkéntes munkáért mi még fizetünk is, tehát a saját pénzünkből próbáljuk meg fönntartani ezt a szervezetet. Fő foglalkozásomat tekintve a Neumann szakközépiskolában tanítok informatikát, illetve programozást az odajáró vak diákoknak. Az iskola igen nagy hagyománnyal bír e területen. Évente körülbelül egy olyan 2-3 látássérült diák végez az iskolában, mint informatikus, és megy tovább különböző egyetemekre. Áront is sikerült így megtalálnom, őt még pluszban sikerült meg is fertőznöm a programozással, és hát ez odáig fajult, hogy talált egy ingyenes képernyőolvasó szoftvert, amelyet hamarosan be fog mutatni, és elkezdte magyarítani. Na most miért is érdekes ez, hogy képernyőolvasó szoftver? Általában a vakok a számítógépet mondhatjuk úgy, hogy virtuálisan kezelik. Vagy mondhatjuk, hogy közvetlen mód helyett közvetetten egy képernyőolvasó segítségével. Tehát akár itt ki is húzhatnánk a projektort, akkor is Áron meg tudná mutatni azt, hogy mire képes a számítógép. Viszont ennek a hátránya az, hogy mivel nem a monitort látja ugye közvetlenül, hanem közvetett módon a képernyőolvasó szoftver segítségével, ezért a képernyőolvasó szoftvereket úgy kell megtervezni, hogy az legfőképpen azokat a fontos információkat mutassa meg, vagy mondja el a vak felhasználónak, amellyel ő tud valamit kezdeni. De az nem azt jelenti, hogy megjelenik itt a képernyőn mondjuk bármilyen ablak, és az egész ablakot föl kell olvasni, hiszen nem azt kell felolvasni, hogy mi van az ablakban, vagy mi van a teljes képernyőn, hanem azt kell felolvasni a gyakorlatilag, ami hasznos információ, vagy ami felé éppen tovább tud menni. Tehát például egy párbeszéd ablak segítségével, ugye mindenkinek gondolom, hogy egyértelmű, tehát ha most itt terennék föl ilyen keresztkérdéseket, akkor valószínűleg, hogy furcsa is volna, tehát azt mondanám, hogy mondjuk milyen billentyűvel lehet mondjuk bezárni az ablakokat, az még úgy talán megy, hogy Alt-F4, de mondjuk például egy Word-be mivel lehet dőlt betűt, nem tudom, tudja-e valaki így hirtelen fejből. Ctrl-i, tessék otthon kipróbálni. Bizony ezek a forró gombok, vagy különböző hotkeyk, ugye ezek segítik általában a számítógépes munkát, ugye a vak nem használ egeret, egyébként a laptopokon manapság már igen zavaró is a touchpad, amikor keresi az ember a billentyűzetet, ugye főleg mondjuk úgy, hogy lekötött szemmel, vagy ugye nem látva, egyből a touchpadra tapint rá, az szépen el is ugratja, és a beszélő vissza fog beszélni. Na most az, hogy egy képernyő, ugye ezek a képernyőolvasó szoftverek, ebből is hál' Istennek manapság már több van. Eddig Magyarországon elérhető volt egyetlen egy darab magyarul beszélő képernyőolvasó szoftver. Ennek ára borsos, ezzel nem is jönnénk a szabad szoftver konferenciára, lévén nem mi forgalmazzuk, de lévén szabad szoftverként már elérhető egy külföldön készített, de itthon elérhető, magyar nyelven használható változata. Sőt, érdekes dolog, hogy a beszédhangját majd megtetszenek úgy is hallani, hogy milyen. Próbáltunk szabad szoftver módjára, hiszen azért tudjuk, hogy azért a fogyatékosok nem igazán vannak eleresztve Magyarországon, főleg anyagilag. Ezért mindenképpen a szabad megoldásokban, ugye a free megoldásokban gondolkodunk. Próbáltunk egy érthetőbb beszédhangot valamilyen módon előteremteni. Sajnos hát ez pénz kell, hát ennyi a fizetésem sajnos ilyenre nem elég, úgyhogy mi próbálunk támogatókat szerezni ehhez, de egyelőre ez még a jövő zenéje. Viszont ez a szoftver az oktatásban nagy segítséget nyújt, hiszen a Neumann szakközépiskolában az ECDL vizsgák már ezzel a szoftverrel zajlanak, tehát
Ez egy nagyon jó példája annak, hogy általában azt szokták mondani, hogy ezek az ingyenes szoftverek, ezek általában rosszabbak, de hogy rosszabbak. Saját példánkon tudjuk mutatni, mondani azt, hogy ezek vizsgára alkalmas szoftverek. És ugyanúgy, hál' Istennek, képernyőolvasó szempontjából is nagyon jól funkcionál. Gyakorlatilag a fizető szoftvernek nem hogy a nyomába ér, hanem meg is haladja, hiszen a különböző Firefox például, ugye itt vannak itt a kollégák lent is bemutatót tartanak, azzal sokkal jobban beszél, mint mondjuk a fizetős változatával az Explorerrel. Most rövid bevezető után akkor Áronnak szeretném átadni a szót, illetve a mikrofont, és akkor egy némi kis türelmet szeretnénk kérni. Én itt megpróbálok mindenféle pornó tevékenység nélkül mikrofont lerángatni magamról, és akkor ezt mind Áronra is átpakoljuk a felvétel miatt is. Na hát én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Az előadásom első részében pár szót mondanék elméletben az NVIDIA programról, meg arról, hogy mi hogy kezdtük el ezt a honosítást, és utána pedig egy gyakorlati példát is bemutatok, ami hát természetesen nem fog mindenre kiterjedni, csak egy nagyon rövid bemutató lesz, hogy mégis hogy működik ez az egész NVIDIA program. Az NVIDIA ugye, ahogy az előbb már elhangzott, nyílt forráskódú, két ausztrál fejlesztő kezdte el ezt fejleszteni 2006-ban, tulajdonképpen azért, mert úgy gondolták, hogy kéne egy olyan képernyőolvasó szoftver is, ami teljesen ingyenes, mert azért külföldön is elég sokba kerül a fizetős képernyőolvasó megvásárlása. Gondolkoztak sokáig, hogy melyik operációs rendszert használják, aztán végül is a Windowsnál kötöttek ki, tehát az NVIDIA az egy Windows alapú képernyőolvasó, ugyanis jelenállás szerint a látássérültek nagyon nagy része a Windows operációs rendszert használja, és ugye hát sajnos ez tény, hogy a Windows sokkal inkább elterjedt manapság, mint mondjuk például egy Linux. Linuxra is léteznek képernyőolvasók, de ezek azért még nem forrották teljesen ki magukat. Így mi is, hát itt maradtunk a Windowsnál. Az NVIDIA-t egy Amerikában kinélő srác kezdte el magyarítani, de ő aztán abba hagyta, és mi meg így az egyik barátommal elég jól ismertük őt, és tulajdonképpen így átvettük tőle ezt az egész munkát. 2008 óta csináljuk ezt szabadidőnkben, most már hárman vagyunk, első körben ketten kezdtük a fordítást, most már hárman vagyunk, akik így napi szinten csináljuk, és van még pár felhasználó, aki néha-néha mondjuk egy-egy súgó fejezetet, vagy pár dolgot lefordít. Igazából ennyi lenne az elméleti rész, nem szeretnék jobban belemenni az ilyen fordítási dolgokba. Én azt találtam ki, hogy ugye egyrészt megmutatom a program hangját, hogy ez mennyire gépi. Ez az NVIDIA alapértelmezetten egy ingyenes beszédmotort, ez is nyílt forráskódú, a eSpeak nevet viseli, ezt használja, viszont ez nem emberi hangból generálja le a beszédet, hanem matematikai képletek segítségével. Így van egy pont, ami fölött nem igazán lehet a hangnak a minőségén javítani. Viszont ami viszont egy jó pont, hogy kis forrás igényű és rengeteg nyelvet támogat ez a beszédszintetizátor. És miután megmutattam a beszédet, ezután egy kicsit interaktívabb példát szeretnék hozni, egy teljesen való életből kiragadott példát. Bizonyára sokan hallottak már az akadálymentesítésről, és
és nagyon sokszor rosszul akadálymentesítenek, amit ugye a képernyőolvasó rosszul jelez. Színsok első szint, mi is a fasz Nvidia? Most itt a nyilakkal mozgok, ami látható a monitoron, ez egy szöveg, tulajdonképpen egy rövid bemutató az Nvidia-ról. A non-visual desktop access alzárójel Nvidia jobbzárójel egy ingyenes, nyílt forrásrodú képernyőolvasó program a Microsoft Windows operációs rendszerhez. Így olvas fel a program. Vannak különböző gyors gombok, amit a weboldali navigációval lehet jól használni, például címsorokon lehet ugrálni, amit most így a legegyszerűbb, és ezt bárki ki tudja próbálni, hogy a tab billentyűre ráugrik a jelen esetben egyetlen linkre. A programról momentben ábra meglátogatott hivatkozás. Itt most elrontottam az ékezetes karakterek kódolását, úgyhogy az ő az rosszul jelenik meg. Ezt azért mutattam meg, itt most konkrétan egy logó van csak berakva, de ugye a képhez, tehát lehet úgy csinálni egy hivatkozást, hogy annak a felirata az konkrétan egy kép legyen, és hogyha ott nincsen szabványosan kitöltve a kép felirata szövegesen, akkor ezzel a program nem igazán tud mit kezdeni, és mindjárt erre mutatok egy rosszabb példát. Ugyanez az oldal, annyival másabb, hogy az alt teget, tehát ahol feliratozom a képet, azt nem töltöm ki. Nem töltöttem ki, úgyhogy így egy tab billentyűvel, ha rálépek. A minusz programról meglátogatott hivatkozás. Így megpróbálja értelmezni a hivatkozáshoz megadott linkből, hogy mi is lehet ezen a képen a program. Konkrétan nagyjából eltalálta, de ez hibás. Úgyhogy hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ez az akadálymentesítés. Igazából ezzel két dolgot szerettem volna bemutatni. Egyrészt, hogy ez is egy nagyon fontos kérdéskör egy weboldal készítésekor. A másik pedig, hogy mégis hogy beszél ez a képernyőolvasó, és tulajdonképpen mi az, amivel mi dolgozunk. És hát dióhéjban ennyi lenne, aki szeretné, az a standunkon kipróbálhatja magát a szoftvert, akár bekötött szemmel is begépelhet valamit egy jegyzettömbbe, azt visszahallgathatja, hogy olvassa föl és hasonlók. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet!